kettős dobozokat, zsebkendőket, meg mindenfélét. Benzinkannát. Tele van az erdő szeméttel, és ezzel lenteni kéne valamit, mondták a bátaszéki gimnazisták. Az iskola évek óta támogatja a gemenci erdőt szemétszedési akciójával. Azt várjuk, hogy olyan felnőttek kiváljanak, akik figyelnek a természetre. Odafigyelnek, mert ha már egy kicsit ők tesznek a saját környezetükért, akkor reméljük, hogy nem lesz annyi szemét itt a környékünkön. A gyerekek a pelenkától a műanyagüvegen át az autógumiig sok mindent összeszedtek a Pörbőj-Bajai szakaszon. Ez egy nagyon forgalmas út, az erdő felől vannak ilyen kis bekötő útjaink, amik igaz, hogy le vannak sorompózva, tehát befelé az erdőben nem nagyon tudnak menni, de megállni, megpihennek, és sajnos a szemetüket is akkor ott hagyják. Energiaitalos dobozok, PET palackok, és mindenféle, az az érdekes, hogy ilyen építési törmeléktől kezdve mindent kihoznak ide az emberek. A szervezők bíznak abban, hogy aki egyszer összeszedte más szemetét, önmaga már nem szennyezi az erdőt, és figyelemmel lesz társai viselkedésére is. A tapasztalat egyenlőre az, hogy hiába az évenkénti takarítás, egyre több szemét gyűlik össze az út mentén.